Jó estét kívánok! Én Szuhai Botond vagyok, és ez itt a DK Szubjektív. Vita a vitáról. Lesz, nem lesz, megbeszéljük. Lássuk mai tartalmainkat. Lesz-e vita vagy sem? Ez a kérdés foglalkoztatja az ellenzéki nyilvánosságot, miután Dobrev Klára, az RTL, a Partizán, az ATV, a Blik és a civilek vita felkérését is elfogadta. Mire vár Deutsch Tamás és Magyar Péter? Pillanatokon belül megmutatjuk. Aztán erős Európa az erős Brüsszel kritikával szemben. Éles törésvonal húzódik a jobb oldal és a bal oldal között 4 héttel a sorsdöntő EP választások előtt. Hozzuk a részleteket. Parolázás a kínai elnökkel, kedélyes egyetemi túra holokauszt tagadó iráni ex-elnökkel. Újabb mélypontokat ért el a héten a magyar külpolitika. Elemezzük az okokat. Végül pedig megdöbbentő szexuális zaklatási botrány gyűrűzik a kaposvári Fidesz körül. Beszélünk a legfrissebb részletekről. Kálmán Olgát. Sziasztok! És Gréczi Zsolt. Szervusztok! Visszatérő vendégeink Vásárhelyi Mária és Katman Tamás. Vitalázban ég az ország. 18 év után reális esély van arra, hogy a jobboldaliak is szócsatába mennek a baloldaliakkal, és egész idáig ez úgy tűnt, hogy menni is fog, amíg Magyar Péter és Deutsch Tamás különböző kifogásokkal ki nem táncolt ebből az egészből. Nézzünk egy rövid összefoglalót, és utána beszélgetünk róla. Boxban KO-nak, politikában megfutamodásnak hívnák azt a helyzetet, ami az EP listavezetők vitája körül kibontakozott. Az első országos vitát május 17-ére szervezi a Partizán, amire minden meghívott igent mondott, kivéve kettőt, Deutsch Tamást és Magyar Pétert. Az említett két úriember a jelek szerint nem csak a Partizán, hanem az RTL, az ATV és a Blik stúdiójából is hiányozni fog. Közös ugyanis mind a három médium esetében, hogy hármas vitát kezdeményeztek Dobrev Klára, Deutsch Tamás és Magyar Péter között. Miképpen az is, hogy a DKMSZP párbeszéd listavezetőjén kívül eddig egyikük sem fogadta el a felkéréseket. Hogy Deutsch menekül, abban a Fidesz vitakultúráját ismerve semmi meglepő nincsen. De hogy Magyar Péter is az orbáni stílust követi, az sok ellenzéki szavazót is meglepett. Valószínűleg ennek is volt köszönhető, hogy Magyar hosszú hallgatást megtörve csütörtökön előállt és kijelentette, ő kizárólag az állami tévén hajlandó vitázni. Azaz Orbán Viktor döntésétől teszi függővé, hogy lesz-e egyáltalán vita. Erre reagált Dobrev Klára is, aki Facebook posztjában azt írta, hogy az állami tévé által szervezett vitán is ott lenne, de mivel ennek a valós esélye a nullával egyenlő, ezért javasolja inkább a milliós elérésű RTL vagy Partizán felületeit. A labda tehát újra Deutsch és Magyar tér felén pattog. Kezdjük a legelején. Miért annyira fontos, hogy ez a vita bekövetkezzen szerintetek? Hát demokráciában a választás előtt ugye illik elmondani a kedves Komolyan? Választóknak, de vannak ilyen országok, illik elmondani a választóknak, hogy az adott párt listavezetője, az adott párt képviselőjelöltje mégis mit képvisel, mégis milyen országot gondol, mégis mit gondol az oktatás, az egészségügy, a külpolitika, egyáltalán minden a hétköznapi életünket érintő összes területen mit kínál ennek az országnak. Ez egyébként erre mondtuk azt, hogy minimum törvénytelen az a kormány, emlékeztek 2022 választás után, amely kormány úgy nyer választásokat, vagy amelyik párt úgy nyer választásokat, hogy semmit, de semmit nem mond a választóknak, és nem hozza nyilvánosságra, hogy ő mit gondol erről az országról, és mit képvisel. Tehát, hogy a választó nincs tájékoztatva, és nem jobb, nem a összes részlet tudatában hozhatja meg a döntését. Szóval, hogy egy választás előtt a jelöltek vitatkoznak egymással a szó lehető legjobb és legnemesebb értelmében, az a demokráciának, a választásnak az egyik alapköve. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez nem arról szól, hogy most egy stúdióban hogy néz ki az egyik jelölt, hogy néz ki a másik jelölt, hányan ülnek ott, mit. Ez az alapja a választásnak. Ugyanolyan alapja, mint hogy legyen szavazópapír, már hogy választási év, ugyanúgy alapja, mint hogy legyen meg a megfelelő ajánlás, darabra, akkor indulhat egy jelölt. A vita, hogy a választópolgár megtudja, hogy ezek az emberek mit képviselnek, ez egy alapja. És ez még csak nem is illik kérdése, azt tegyük hozzá, egy normális politikai kultúrával rendelkező országban a választópolgár elvárja. Egyrészt
hogy is mondjam, a rajongó választópolgár is, tehát akinek fix választottja van, a fix szavazó, akinek fix választottja van, ő is elvárja, hogy az ő embere megverje a többieket. Ez egy a saját jelöltel szemben is egy reális elvárás, hogy mutasd meg, hogy te vagy a legjobb. Mert én idáig azt mondtam, hogy te vagy a legjobb, de nem mutatod meg, hogy te vagy a legjobb, akkor az ciki, az nekem is ciki. Tehát a választópolgár is maga elvárja, hogy a pénzért, tehát a szavazatáért cserébe kapjon valami, ha úgy tetszik, műsort is, nem csak egy ígéretet, ugye ez nagyon fontos, hogy a politika alapvetően ígéretekkel játszik, de nem csak ígéretet, hanem valami teljesítményt is, tehát ez elvárás. És nem mersz kiállni, vitázni, gyáva vagy? Nem mersz kiállni a saját álláspontod mellett, és akkor én álljak ki melletted, miközben te magad nem állsz ki saját magad mellett, saját magadért a saját politikai ellenfeleiddel szemben. Tehát egy tudatosabb politikai kultúrával rendelkező társadalmakban ez alapból egy elvárás. Hát itt igazából az a nagy tragédiája ennek a fölállásnak. Szerintem ebből a három jelöltből, akiről szólt a bejátszó, kettőnek nincsen önálló gondolata és mondandója. Sem az Európai Unióról, sem nagyon másról sem. Mind a ketten nagyon jól tudják, hogy Brüsszelben lenni nem rossz, mert az egyik most ott van, a másik 8 éven keresztül volt ott korábban, mind a kettő ugye Orbán Viktor szolgálatában, tehát mind a kettőnek jó Brüsszelben lenni, mind a kettő nyilván szeretne visszamenni, de ezt azért mégsem mondhatják. Tehát valószínűleg nincsen mondani valójuk. De nem azt mondja mondjuk Magyar Péter, hogy ő nem megy el vitázni, hanem azzal a feltétele, hogyha a köztévében történik ez. Ami egy nyilvánvalóan, én is mondtam a múltkor otthon, hogy majd akkor veszek, nem tudom mit, hogy nyerünk az ötös lotton, de akkor tutira, mert ennek úgy az esélyét nagyjából látom, és ezzel megúsztam a mondást. Tehát vannak ezek a lehetetlen feltételek, amiket be lehet állítani. Egyébként, ha már erről beszélünk, hogy a milliós elérésű Partizánnál például, hogyha Partizánnak egyébként nagyon jó az, hogy Magyar Péterrel milliós kattintásokat generál, mint tartalommal, akkor ezen a ponton a Partizán egy kicsit a sarkára állhatna, és mondhatná Magyar Péternek, hogy már pedig hozzánk, akkor gyere be. Ahogy Magyar Péternek is illene adott esetben egy olyan csatornának, ami neki milliós nézettséget segít generálni, de tartozna azzal szerintem, hogy akkor bemegy és újabb milliós nézettséget generál. Hát már csak azért ismerő állítólag annyira kiváló, hogy ő generálja ezeket, tehát akkor miért ne? De hát ebben az ilyenben nem menjünk el, itt már kezdjünk ilyen emberi minőségek irányába csúszni, amit nem szeretnék, mert tudom, hogy a politikában az nem működik jó. Mária? Hát a demokratikus politikai kultúrának szerintem is alapvető alkotó eleme a vita az, hogy vélemények, nézetek ütközzenek, és ne érzelmi, hanem racionális alapokon nyugvó vita alakuljon ki. Ugyanakkor hozzátartozik, hogy a magyar társadalom közvélemény egyáltalán nem szereti a vitát sajnos. Ez nyilván a rendszerváltás előtti időszakból öröklődött. Tehát én emlékszem, hogy az akkori közvéleménykutatásokban, amiket akkor végeztünk, tehát a 80-as évek végén, 90-es évek elején, ott egyértelműen az a álláspont volt többségben, hogy a parlamenti vitákat nagyon komoly ellenszemmel fizélték az emberek, mert a vitát egyenlőnek vették a veszekedéssel. És ehhez annyira nem voltak hozzászokva, hogy a parlament, illetve a képviselők elleni ellenszem tulajdonképpen többek között innen ered, hogy ők úgy érzékelték, hogy itt folyamatosan veszekednek. Pedig azok rendkívül színvonalas viták voltak többségében. A maihoz képest mindenképpen. De egyébként is, tehát én néha visszanézek ezek közül, és azt kell mondanom, hogy egy szellemi oázis, nem csak a maihoz képest, hanem a tényleg komoly felkészült politikusok többségében vitatkoztak, és érvek feszültek érvek ellen. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy Magyar Péternek és Deutsch Tamásnak nem kedvezne egy ilyen vita, mert Deutsch Tamásnak ezeket a paneljait, amit minden megnyilvánulásánál elmond, ezek nem vita alapok. Tehát az, hogy ő fölmondja a leckét, az azt gondolom, hogy nem egy vitába való. Magyar Péternek meg hát egyrészt helyzeti hátrányban van, ezt is el kell ismernünk, semmiféle rutinja nincsen ebben, miközben hát ugye Dobrev Klára és Deutsch Tamás is hát évtizedek óta benne van a politikában, és hát valamilyen módon ez az egész nyilvános szereplés, vitatkozás jobban hozzátartozik
az életükhöz, másrészt pedig én, amit látok, abból azt látom, hogy Magyar Péternek a vitatkozás nem erőssége. Tehát én minden ilyen interjú szituációban azt látom, hogyha valaki ellent mond neki, vagy vitatkozik vele, akkor rendkívül agresszív lesz. Hát ez egy alkati sajátosság, de egy ilyen vitahelyzet... Úgy aztán kimásztok néha az ablakon előle. Nem, de most nem a magánéletéről beszélek, hanem minden alkalommal úgy látom, hogyha valaki nem csak aláteszi a kérdéseket, hanem vitába száll vele, akkor az első önkéntelen reakciója az az agresszió, és ezt szerintem ő is tudja magáról, és azt is, hogy neki nem előnyös egy ilyen helyzet. És hogyan reagálhatnak erre az ő támogatói? Tehát, hogy elvárhatják-e tőle jogosan, és egy idő után belefáradhatnak-e abba, hogy ő nem hajlandó ebbe belemenni? Ugye most per pillanat azt látom ebben a történetben, hogy egyrészt Orbán tudatosan elsorvasztotta a vitát azok után 2006-ban, Gyurcsány Ferenc fölmosta vele a padlót, és hogy soha többet ne kelljen ilyen helyzetbe kerülnie. És Marcsi szavaira reflektálva, abból, hogy vita van, az az ellenzéki szavazók egy részénél úgy jött át, hogy az ellenzéken belül se legyenek viták. Tehát ez a miért egymással foglalkoznak, miért nem egyeznek meg, miért nem csinálnak mindent közösen, hát azért vannak különböző pártokban, mert nem gondolkodnak ugyanúgy a világ dolgairól. Tehát általában a vitakultúra, mint olyan, is rettenetesen elsilányult Magyarországon, és szerintem Magyar Péter rajongói, azok per pillanat azt is megbocsátják neki, ha nem vitatkozik. Egyrészt meg nyilván féltik attól, hogy esetleg olyan helyzetbe kerül, amiben mondjuk vereséget szenved. Másrészt pedig, ha ő azt mondja, hogy ő nem akar vitázni, akkor mindegy, mi lesz az oka annak, hogy ő miért nem akar vitázni, az biztos úgy lesz jó, ahogy ő mondja. Ez olyan, mint amikor azt mondja, hogy zavarták az internetet, akkor biztos zavarták. Tehát ha testőrökre van szüksége, akkor testőrökre van szüksége, mindenki nézi, miért kell neki testőr? Hát az egész ország őt imádja, akkor miért kell neki testőr? És senki nem teszi föl már ezeket a kérdéseket saját magának a Magyar Péter táborában, mert a minden úgy van jól, ahogy ő éppen mondja, és mindig keresnek valamilyen felmentő magyarázatot az éppen aktuális, egyébként vállalhatatlan mondataira, meg gesztusaira. Úgyhogy én abban bízom, hogy azért mégiscsak lesz egy olyan erős nyomás a nyilvánosság részéről, vagy mégiscsak az derül majd ki, hogy gyáva, aki nem vitatkozik, és olyan nincs, hogy majd ő megmondja, hogy a köztévében vitatkozzunk, hát ő nem mondja már meg nekünk, hogy mi hol fogunk vitatkozni. Mi azt gondoljuk, hogy több vitára van szükség, nagyon nem mindegy, hogy egy vitát Orbán Viktor és Rogán Antal engedélyez a Magyar Televízióban, mert ők uralják, ők ott a főnökök, vagy olyan felületeken is lehet vitatkozni, ahol esetleg másfajta szempontok és más típusú műsorvezetés jelenik meg. De azért képzeljük el ezt a vitát majd, úgyhogy nem jönnek el. Kettő pult üres sem marad. Ez milyen üzenettel jár majd így a nyilvánosság felé? Lára, és lesz-e valami következő? Nem, ez szerintem viszonyú kínos lenne. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez a vita össze fog jönni, de mindenkinek ajánlom figyelmébe, mármint hogy ez a hármas vita, én meg bízom benne, mindenkinek ajánlom figyelmébe Klára mai posztját, mert hogy ez most már tényleg egy kicsit több volt a soknál ez a vitázunk, így többes számban mondja Magyar Péter, és majd elmegyünk a Magyar Televízióba. Nincs ilyen, tehát hogy legyen szó, és ne beszéljen a többiek nevében, és ahogy Klára fogalmazott, legyen férfi, ne legyen gyáva, mint Deutsch Tamás, álljon ki vitázni. Legyen fontos az, hogy a köztelevízióban, a mi pénzünkből fenntartott köztelevízióban elemi kötelességük egy ilyen választási vitát rendezni. Erről is azt gondolom, hogy előbb-utóbb azt fogják mondani, hogy jó legyen. De ez a vita, a köztévés vita, miért lenne feltétel az összes többinek? Tehát ha valaki meg akarja csillantani a politikai tudását, el akarja mondani a nagyon-nagyon-nagyon sok támogató hívének, hogy mit gondol erről az országról, akkor mondja el egy demokratikus vita keretei között. És nem feltételeket szabunk, hogy majd akkor megyek oda, vagy akkor megyünk oda, ha
kényszerítsük ki a Magyar Televíziótól, hogy legyen választási vita, nincs is ebben semmi gond, tényleg kényszerítsük ki, hogyha maguktól nem akarnak. Klára erről is nyilatkozott hát már. Hívja fel az volt barátait, hogy nyissák. Például Klára erről is nyilatkozott már, hogy mindenféle nyilvános levelet vagy nyílt levelet aláír, hogy legyen vita. Tehát, de még nem kapott ilyen levelet Magyar Pétertől. De ne kezdjünk el már itt játszadozni azzal, hogy akkor vitázok, ha ide beengednek, és ez a feltételem, nincs feltétel, legyen vita Partizánban, Magyar Televízióban, RTL Klubon is, minél több helyen, hogy az emberek lássák, hogy melyik jelölt mit képvisel. Ilyen egyszerű a dolog. Én nem látom ilyen egyértelműen azt, hogyha ott marad két pult üresen, akkor abból olyan rosszul fognak kijönni ezek a szereplők, akik nem mennek el, mert egy racionálisan működő közhangulatban, vagy pártpreferencia választásnál valóban arra vár a közönség, hogy megmérettessenek nyilvánosan, és hát mérlegre lehessen tenni a különböző álláspontokat. De úgy gondolom, hogy mind a Fidesz, mind pedig a Tisza párt rajongóinak vagy támogatóinak többsége alapvetően nem racionális módon működik, tehát nem az érvekre kíváncsi, hanem inkább hitalapon működik. És nyilván meg lesz az ideológia ahhoz, hogy miért nem vállalják el. Nem tetszett a stúdiódíszlet, a világítás. Hát meg ugye a fideszeseknél ez a nagyképű attitűd, hogy hát mit álljon ő oda vitatkozni másokkal, és Magyar Péter támogatóinál pedig az, hogy hát eddig is azért azt láttuk, hogy ez olyan nagyon sokat nem számít, hogy ő mit mond, hanem az számít, hogy hinni akarnak benne. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy olyan nagyon negatívan fogja megítélni a támogatók jelentős része azt, hogyha ők nem vállalkoznak erre a vitára. Hát sajnos ez igen, sanszos. Ez még hozzáfűznétek bármi? Jó, mert hogyha már itt ugye az EP választásokról beszélünk, akkor arról is érdemes, hogy mit gondolnak ugye az egyes szereplők, milyen európai víziójuk van. Ennek okán beszéljünk először a DK-MSZP párbeszéd közös program bemutatójáról, és akkor megnézzünk egy összefoglalót, aztán beszélgetünk. Az egyre egységesülő Európából szorulunk kifelé. Az, hogy Európa peremvidéke leszünk, vagy a közepén leszünk, ez rajtunk múlik. Nem Európán. Szerencsétlenkedhetünk még egy kicsit. Követhetjük a jobboldali politikát, legyen az akár Fidesz, KDNP és jobboldali politika, vagy más jobboldali pártok, vagy politikusok politikája. Lehet még beszélni arról, hogy szuverenitás, mint az egyetlen rendező elv, ami semmi más nem takar, mint hogy a mindenkori kormány annyit lophasson és úgy, ahogy akar. Lehet még álmodozni arról, hogy a több mint 400 milliós Európának nagyobb szüksége van a magyarokra, mint nekünk rájuk. Lehet érdektelennek hívni a jogállamiságot, vagy éppen a demokráciát, mint ahogy ezt sokan a jobboldali politikusok közül mondják itt is és ott is. Szóval lehet még ilyen illúziókat táplálni, de akár tetszik, akár nem, el fog jönni a pillanat. És hamarabb, mint gondolnánk. El fog jönni a pillanat, amikor a döntés már nem a mi kezünkben lesz. Ha ezt a politikát folytatjuk tovább, akkor Magyarország kiszorul Európa közepéről. És innen üzenem mindenkinek, aki össze-vissza papol, Brüsszel ellenes, Strasbourg ellenes, egyébként mind a kettő város, csak mondjuk már el nekik, politikáról, aki úgy kezeli az Európai Uniót, mintha az nem a mi közös szövetségünk lenne. Innen üzenem mindenkinek, hogy mi magyarok pontosan tudjuk. Nem, számunkra jólét, tisztességes élet nincs az Európai Unión kívül. Mi nem engedjük meg, hogy kirángassanak minket onnan. Tehát Dobrev Klára igen erős európaiságról beszélt. A mostani közhangulatban mennyire lehet ez vonzó szerintetek a magyar választóknak? Sajnos a magyar választóknak azt kéne megérteni, hogy ezen a ponton már rég túl vagyunk. Tehát ez a fajta kiszorulás, ez már nagyon régóta megtörtént. És alapvetően a kormány szívéhez közel álló projektekben, témákban, kérdésekben most már a kormány sem tudja elhazudni, hogy ez a fajta a geopolitikai egyéb pozíció, ami korábban volt, az már nincs meg. Tehát nyomják a kormány oldalon.
a saját vélt érdekeknek megfelelő ötleteket, meg gondolatokat, láss például akár Ukrajna integrációja, vagy bármi egyéb téma. Ehhez képest a valóság az, hogy ott kerülik őket körbe, mert ott kerülik meg őket, ahol csak lehet, már pedig mindenhol lehet. Tehát nincs meg az az erő, nincs meg az az érdekérvényesítő képesség már nagyon régóta, hogy a kormány akár a saját időnként ilyen pálinkagőzös és irracionális politikáit, meg ötleteit is tudja valamilyen módon érvényesíteni. És nem akarom azt mondani, hogy megmondtam, de mert azt mondom, 2012-13-ban, amikor a jogállamisággal kapcsolatos, akár televíziós nyilatkozataimban mindig előjött a kérdés, hogy és mi van akkor, ha ez így megy tovább, és jó lehet, hogy ez most rossz, de akkor mi van? És erre mindig az volt a standard válaszom, hogy az ország érdekérvényesítő képessége el fog enyészni. Tehát egyszerűen nem fogjuk tudni megállítani bizonyos folyamatokat. Ugye a politika úgy működik, egy bizonyos mértékig adok-kapok. Amikor valaki folyamatosan csak kapni akar, majd utána megideologizálja azt, hogy nem ad, érte ez alatt azt is, hogy akár engedni bizonyos kérdésekben, és nyíltan agresszív módon szembe menni az Európai Unióval, annak előbb-utóbb az a vége, amit most látunk. És nem azt mondom, hogy mindenben engedni kell mindig, mert nyilván, és én nem tagadom a szuverenitásnak a meglétét, hát valahol ebből készítettem egy habilitációs disszertációt is, vagy kezdtem el valamikor, tehát nagyon fura lenne, hogyha én elkezdeném tagadni a szuverenitás létét és jelentőségét és fontosságát, mert én kifejezetten szeretem a szuverenitást egyébként, de az nagyon sok minden együttműködési lehetőséget megenged a tagállamoknak, és nem lehet, ahogy Klárától lehetett hallani, valóban a magyar kormány szuverenitás értelmezése, hogy az én házam, én váram, én lopom el. Senkinek semmi köze hozzá. Ez is egy szuverenitás értelmezés, ugye azért a modern európai értelmezéssel viszonylag aszinkronban áll, hogy finoman fogalmazzak, de az a probléma, hogy ebben a kérdésben már nem nagyon van mit korrigálni, és ez a kormány nem biztos, hogy tud bármit is korrigálni, bár szerintem tudna, ha akarna, csak nem akar, mert az olyan mértékű önfeladást jelentene a magyar belső politikai kommunikációs térbe, ami nem fér bele. Na de figyelj, az érdek érvényesítés visszaszerzése céljából azért most is itt van egy nagy vezető. Gondolom, így akar az Orbán kormány az érdeket érvényesíteni a különböző külpolitikai szintereken. Igen, de ez nem az Európán belül fog történni. Ezt ő nem európai? Tudjuk. Aki most itt van? Azt hittem egy nagy európai vezető. A szövetséges Made in China. Az a baj, hogy az Európai Unió, nem csak az Unió, mert ez is egy nagyon fontos dolog, amit meg kell érteni, hogy nem biztos, hogy szerencsés, hogyha az Európai Uniót egy egységként látjuk. Az Európai Unió egy közösség. Itt is a tagállamok időnként bizonyos kérdésekben széttartanak, bizonyos kérdésekben összetartanak. Ja, ez így is van rendjén, abban persze. Van egy viszonylag konszenzus, viszonylag kitapítató konszenzus, hogy az éppen itt tart ideiglenesen hazánk területén tartózkodó nagyvezető, és az általa képviselt állam nem mindig úgy jár el, ahogy mondjuk az Európai Uniós tagállamoknak, vagy reménybeli tagállamoknak az érdeke. Elég, hogyha Montenegró helyzetére gondolunk, ugye, hogy itt a fél ország el van adósítva, hát lassan már a magyar állam is ezt a vonalat fogja követni sajnos, én nem szeretném. Tehát ezt azért van egy egyetértés, hogy ez nem a jó irány. És hogyha valaki a magyar választókat azzal hűíti, hogy de ez egy nagyon jó irány, akkor előbb-utóbb a magyar választók is fájdalmasan fognak ráébredni, hogy ez nagyon nem volt jó irány. Ja, hát persze, de most nincs uniós pénz, mert ugye az uniónak nem tetszik, hogy egy tagországban ellopja az állam vezetője, az adott ország vezetője ellopják az uniós állampolgárok pénzét, akkor szerzünk Kínától, tehát ilyen egyszerű a történet. Kínának adósodunk el a következő 800 évre. A kínaiak hogy fogják viselni, hogy ellopják a pénzüket? Ezt én még nem tudom. De ezt azért én még megnézném meg. Lehet, hogy ők egy kicsit ügyesebben szabnak feltételeket. Igen, épüljön meg a Budapest-Belgrád vasútvonal kínai hitelből, kínai munkásokkal. És kínai rendőrök irányítják. És kínai rendőrök majd vigyáznak a forgalomra. És akkor bocsánat, akkor meg vagyunk sértve, hogy az Európai Unió nem hajlandó pénzt adni mondjuk a vasútirányítási rendszerbe, mert hogy a kínaiak által nem tudnak Európa kompatibiliset csinálni belőle. Most Kínában annyi gyors vasút épült az elmúlt időszakban, hogy biztos vagyok benne, hogy tudnak mindenféle vasútirányítási rendszert csinálni. Egy valami, amiben nem vagyok biztos, mert biztos vagyok, hogy nem. Az Európai Unió nem szeretné, hogyha a magyar vasúti forgalomra Kínának valós idejű rálátása lenne otthon Pekingben a kínai vasútirányítási rendszeren keresztül. Ha pedig lesz. És lehet ezért megharagudni az Európai Uniós tagállamokra, csak szerintem nem kell. Mert hogyha Magyarországon, Győr és Budapest között meghal a fővonal a vasúton, akkor fél Európa vasúti közlekedése meghal miatta, ez tény. Így működik a rendszer.
nem csodálom az, hogy egyes Európai Uniós tagállamok nem szeretnék, hogy Kínának erre legyen rálátása vagy ráhatása. Ezt normális országból és normális körülmények között nemzeti biztonsági kérdésnek tekintik. Itt a szuverenitásról. Ami ugye egy szuverén, közép-európai, regionális, középhatalom esetében természetesen nagyon fontos kéne, hogy legyen. Finom célzást véltem felfedezni Tamás szavaiban. Azt mondtad, hogy ha valaki azt állítja, hogy ez az orbáni EU politika, ez egy jó irány, akkor nagyon fájdalmas lesz majd az ébredés. Hogyha jól értem, akkor itt most a Magyar Péteres EU kritikusabb hozzáállásra gondoltál. Nem gondolhatok én arra is, én ezt mondom tizenvalahány éve a Magyar Péter nélkül is, de Magyar Péter esetében is tökéletesen igaz. Tehát Magyar Péter láthatóan az Európai Uniós kérdésekben az orbáni kommunikációs panelek között a populista vonalnak megfelelő, viszonylag könnyen megérthető zöldségeket szereti átemelni, és ebben megismétli egyébként az összes olyan kamut a unió demokratikus legitimációjának hiányáról, ami egyébként már 10 éve, 20 éve sem volt igaz. Mondjuk amikor ő a Pázmány Egyetemre járt, akkor egy akkori tankönyvekben még az le volt írva, valószínűleg az ő emlékei még onnan vannak, mert amikor 8 évet volt Brüsszelben, akkor nem ezzel foglalkozott. De ez Magyar Péter nélkül is úgy gondolom, hogy ez egy teljesen helytálló kritika a magyar kormánnyal szemben. És Mária, szerinted akkor a Magyar Péter vonalon maradva mennyire fogják az ő támogatói ezt lenyelni? Hát én úgy látom, hogy pillanatnyilag mindent lenyelnek. De idővel ez el fog múlni szerinted? Nem tudom, mert ugye az a baj, hogy ez egy hosszú távú folyamat, és tulajdonképpen a gyerekeinkre, meg az unokáinkra hagyjuk majd itt ezt a borzalmas örökséget, mondjuk az ország totális eladósodását. Tehát nyilván ez máról holnapra nem rajzolódik ki ennek az ára, hogy Orbán Viktor nagyon büszkén mondta el tegnap, hogy a magyar külkereskedelmi forgalom 60%-a Kínával bonyolódik le, vagy valamilyen brutális számot. Brutális számot mondtak. Nyilván ez most az akugyára, nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, de ez nyilván a következő generációk életét keseríti meg, ugyanúgy, ahogy az államszocialista rendszerből itt maradt adósság is tette tönkre sok szempontból az egész rendszerváltás folyamatát, mert olyan elképesztő adósságteher volt az országon, ami lényegében a mozgásterét nagyon leszűkítette az első demokratikus kormánynak. Ugyanakkor a magyar közvélemény hát olyan kétarcú ebben, mert egyrészt a többség ma is Európa párti, sőt azt hiszem, hogy Magyarország lakossága leginkább elkötelezett az Európai Unió iránt, de ugyanakkor tetszik nagyon sokaknak ez a küllők között a pálca, vagy mit szoktuk mondani? Söprönyel. Tehát ez a kakaskodás, csak hát ugye ez már ilyen nagy politikai szint, tehát ez imponál nagyon sok embernek, és hozzátenném, hogy én azzal teljesen egyetértek, hogy kritikusan kell szemlélni, mindent kritikusan kell egyébként szemlélni az embernek a saját környezetében. Tehát én az érdemi kritikával nagyon is egyetértek. Én emlékszem, amikor én már a 2010-es évek elején elkezdtem nyilvánosan kritizálni Angela Merkelnek ezt az Orbán fedező politikáját, tehát azt, hogy úgy csinált, mintha nem látná, hogy itt mi folyik, akkor hát én gyakran megnyilvánultam, hogy hát ez tragikus, hogy tulajdonképpen az Európai Unió finanszírozza ezt az autoriter rendszer felépítését, és akkor az volt a válasz mindenre, hogy hát ezt a problémát nekünk kell megoldani már, mint itt Magyarországon, és nem Angela Merkelnek. Én ezzel egyetértek, de úgy nehéz megoldani nekünk ezt a problémát, hogyha dől a pénz, és tulajdonképpen finanszírozzák ennek az autokráciának a felépítését. Tehát én soha nem fogadtam el kritika nélkül az Európai Uniót, és azt gondolom, hogy nem is kell, de ugyanakkor tagjai vagyunk egy szövetségnek, és árulásnak gondolom azt, amikor folyamatosan az egyik tag a rombolásra építi a saját belpolitikai viselkedését. Zsolt? Én őszintén szóval életveszélyesnek tartom az ezügyben kialakuló helyzetet.
Orbán Viktor elárulta Magyarország nemzeti érdekeit, tönkretette Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét, nem csak az európait, hanem az amerikait is. És ha megjelenik egy olyan szereplő, aki gyakorlatilag visszamondja ugyanezeket a mondatokat, hogy Brüsszel hazudik, a magyar jogállam Sargentini rendben van. Sargentini jelentés az se tudta, hogy hány pontból áll, tehát De tébolyultan hallgatták, mámorosan hallgatták a Puzsér Róberttal folytatott beszélget. Nekem is átküldte valaki, hogy ezt azért hallgass meg, mert jókat mond. És mondom, hát annyit láttam belőle, hogy azt se tudta, hány pontból állt a Sargentini jelentés, és mindenki tapsolt. Szóval életveszélyesnek tartom, hogy olyan pártok fognak kijutni rajtunk kívül az Európai Unióba, Orbán Viktoré, Magyar Péteré és mondjuk Torockai Lászlóé, akik ezt a fajta nem kapcsolódást, ezt a fajta együttműködés hiányt támogatják, akik azt mondják, hogy hoci ide a pénzt, de nem vállalunk semmilyen közösséget az értékekből, és döbbenten látom, hogy Magyar Péternek azok a támogatói, akik magukat mondjuk a balliberális értelmiség részének tekintik, azoknak ez is mindegy. Ha ezt mi mondtunk volna bármelyiket ezekből a mondatokból, mondjuk a DK bármelyik politikusa, már megöltek volna minket. De ha Magyar Péter mondja, akkor nem baj, hadd mondja, hát ha ettől megmozdul az Orbán rendszer, de mondom, ugyanazt mondja, amit az Orbán. Akkor nem baj, hadd mondja, mert akkor végre kicsit valami történik az országban, és én ezt konkrétan életveszélyesnek tartom. De valamikor ugyanazt mondja, mint az Orbán, és valamikor ugyanazt mondja, mint amit mi is mondunk nagyon régóta. Tehát a legutolsó nagy mondása az volt, hogy ő majd hazahozza az uniós pénzeket, amik az elmúlt két éve beragadtak. Hát én annak is örülnék, hogyha ő visszaadna valamennyit abból, amit előtte 16 éven álltak. Például a túlárazott szerződésekből a kicsit visszacsurgatna valamit. Én azt látnám egy ilyen hitelességi első lépcsőfoknak. Aztán majd utána beszélgethetünk arról, hogy hozza haza az utolsó két év Európai Uniós pénzét. Jó, teszem be, a hatházi előhozhatná dokumentumokat, amiket megígért, hogy tudja bizonyítani, hogy egy bűncselekmények történt. Én még hozzátenném, hogy amit Magyar Péter mond ebben az ügyben, az nekem azért is ijesztő egy kicsit, mert hát ő 8 évig Magyarország európai ügyekért felelős diplomatája volt az Európai Unióban. Tehát egyrészt az, hogy mondjuk nem tudja, hogy hány pontból állt, még megközelítőleg se a Sargentini jelentés, az probléma szerintem, hiszen ezért kapta a fizetését, hogy tudja. De még inkább az, hogy ő tulajdonképpen, ameddig ez a megbízatása szólt, addig a Fidesznek ezt a teljesen Brüsszel ellenes, destruktív és hazug kampányát, illetve álláspontját képviselte az Európai Unióban. Ez szerintem nincs rendben, hogy fölött nagyvonalúan tovább lépjünk, mert hát azért mégiscsak egy embernek a korábbi teljesítménye alapján alakítjuk ki a véleményünket. Vagy, hogyha úgy gondoljuk, hogy hiteles egy váltás ebben a teljesítményben, akkor annak valami jelét illik adni. Például azt, hogy nem ugyanazt mondogatjuk most, amit egyébként korábban 8 éven keresztül mondogattunk, mert úgy nagyon nehéz elhinni a váltás meg a változás hitelességét, hogy maga az illető ebben nem mutat jelenet. Meg hogy semmiféle önreflexió nincsen, tehát akkor mondja el, hogy nyilvánosan nekünk, ahogy elmondja az összes többi gondolat, mondja el, hogy mit gondol a saját tevékenységéről, hogy miért történt az, hogy ő ennyire más álláspontot foglalt el. Tehát azért szerintem ez hozzátartozna ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi ez a nagy változás, hogy mikor döbbentő rá, és hát egy kis önkritika. Tehát de, úgy gondolom, hogy tényleg nem a Fidesz döbbentette rá azért, hogy az ellenzéket szétverje. Hát igen, masszatolások voltak, hogy már előtte is éreztem én már azt is, meg amikor a szülinapi partija volt. Igen, azt mondta, hogy ő már 2007-ben tudta, hogy itt a Fideszben lopnak. És akkor mit csinálta még ott 17 évig? Mi történt Szandokánnak a szülinapján? Mi történt? Nem mondom el, de ott az egy fordulópont volt. Azt mondta, szó szerint, majdnem szó szerint idézem a Partizán interjúból, ott ültem annál az asztalnál, ott ült az Orbán Viktor, és osztotta a pénzt. És senki nem kérdezi meg tőle, hogy
kinek osztottak, milyen pénzt, te mérültél annál az asztalnál, jutott-e neked is, és így tovább, és így tovább. Mindenki tudomásul, ezt mondta, nem baj, jöjjön Magyar Péter. Ó, nem Szandokán, Dzsingiszkán. Dzsingiszkán, igen, igen. Mándoki, igen. Az már mondtad, igen, csak igen. A klasszikus. Volt a héten egyébként egy ezekhez hasonló, igen komoly elszólás egy fideszes úrtól, Németh Zsolt. Szó szerint fogok idézni, ezt hallgassátok meg. Ha nem lennénk NATO tagok, jelenleg nem Ukrajna védekezne egy orosz támadással szemben, hanem mi. Mondta ezt a Fidesz alapító, jelenleg is Fideszes országgyűlési képviselő Németh Zsolt. Zsolt sőt, volt külügyi államtitkár. Na? De ez nem elszólás volt szerintem. Németh Zsolt szerintem mindig is ezt gondolta, csak eddig nem mondhatta, most meg szerintem véletlen. A Meloni hatására nem. Szerintem azért, mert ugye Meloni egyértelműen Orbán értésére adta, hogy ameddig Ukrajna ügyében nem változtat a viselkedésén, addig nem fogják fölvenni abba a frakcióba, amit a Meloni pártja vezet. Tehát most egy fordulatot kell végrehajtani, szerintem ez tök tudatos volt, és nyilván nem Németh Zsolt bátorsága inspirálta ezt, hanem megmondták neki, hogy most a Novák Katalin helyett ő legyen a jó rendőr. A Németh Zsolt azért 2002 tavasszal az akkori választási kampányban az Orbán-Nastase paktum után erősen kegyvesztett pozícióba került Orbán Viktornál. Tegyük hozzá minden okkal, alappal. Tehát az a Orbán-Nastase paktum, ez egy akkora hiba volt, hogy az elvitte a 2002-es választást. Fogalmazzunk így. És szerintem Németh Zsolt azóta úgy keresi azt, hogy hogyan kerülhet vissza a kegybe, mert azért kilépni, meg ott hagyni ezt a struktúrát azért soha nem akarta. És ugye elviselte azt is, hogy a 14-es nagy változáskor, amikor ugye a külügyminisztériumból kiirtották az atlantista elemek utolsó maradékát is. Navracsics Tibor utolsó adománya Orbán Viktor kegyéből a Magyar Nemzetnek, hogy néhány hónapnyi külügyminiszterség alatt, mielőtt beült volna Európai Uniós biztosnak, előkészítve a teremfocista barátja számára a terepet, még az utolsó összes maradék problémás elemet kitakarította a külügyminisztériumból. Most itt azért Németh Zsolt ugye akkor is sem a erőpozícióba került, de ő halkan, hogy szabad úgy fogalmazni, ő alámerült, kibekkelt. És most én is azt látom, hogy most van egy lehetőség, lehet egy korrigálást, egy korrekciót végrehajtani, akár a külpolitikában is, hogy ebben mennyi hatása van a politikai változásnak, Magyar Péternek most ezt hagyjuk, de a tény az, hogy korrekciós pályára kényszerül szerintem a Fidesz, és ennek egy fontos jele lehet, hogy emlékezünk vissza, hogy Németh Zsoltot például azért kiküldték Bohócnak Svédországba is, itt a NATO csatlakozás körüli vitában, hogy te ott vezesd azt a parlamenti, hogy kimentek ezek a szerencsétlenek, ott nézegették, hogy igen, de szép ez a Stockholm, meg oda vettek valami borzalmas heringet is, aztán hazajöttek, hogy hát igazából nem tudjuk, mi bajunk van a svédekkel, de nagyon ellenállunk. Majd tudjuk, hogy két nap azután, hogy Erdoğan kiállt a történetből, már a magyar parlamentnek nem lett sem problémája. Szóval Németh Zsolt bevállalta ezeket a megalázó szereposztásokat, de ennek a, gondolom, hogy most is ez van. Ennek a korrekciós pályának az hol eleme, hogy itt van jelenleg a kínai elnök, meg jött az ex-iráni elnök? Jó, ez politikai kommunikációs korrekciós pálya. Ja, semmi bár, de hogy azt gondolt, hogy de külpolitikában korrigálnak. De beszéljünk egyébként akkor a kínai elnökről majd. Már is, Marcs mondott mindjárt az adás elején egy nagyon-nagyon fontos mondatot, amikor még arról beszélgettünk, hogy vita, és hogyha két szék üresen marad. Én is azt gondolom, hogy most pillanatnyilag akkora a szerelem Magyar Péterbe, vagy irányába, hogy mindaz, amit... Én nem. Azt hiszem, most itt magunkat e helyzetben nem kell mentegetni. Biztonság kedvéért. Hogy amit itt felsoroltunk, hogy ki hogyan gondolja Magyarország jövőjét az Unióba, ki hogyan gondolja azt, hogy mi a demokratikus választásnak az alapja, ki hogyan szólal meg, és mit csinált egyébként az elmúlt X évben, küzdötte, vagy csak így örlődött belülről a Fidesz rendszer hibái és bűnei miatt. Tehát, hogy ezt ebben a szerelemben én azt látom, hogy nem nagyon érdekli, mint ahogy a Marcsi is mondta a Magyar Pétert, nagyon-nagyon sokak támogatói körében, hogy mi történik, és mit mond, és mit cselekszik. Uh-huh. Van, szeretik, és így mennek előre. Én nem azt gondolom, hogy ennek ellenére. Hogy és majd kínai elnökkel fejez be valahogy. Jó, és akkor rátekeredek. Úgy szeretik, mint a kínai elnököt. Igen. Szóval ugye én azt gondolom, hogy hát nyilván most van egy ilyen szerelem, de nekünk demokratáknak az a dolgunk, hogy figyelmeztessünk. Tehát már most jelezzük, hogy melyek azok a mondatok, amelyeket megtetszettek volna hallani, akkor most nem ott tartanánk, ahol tartunk. Természetesen nem olyan jó pozíció mindig
figyelmeztetni az országot arra, hogy mi szóltunk, hogy amikor ő ezt mondta, meg ezt csinálta, akkor neked nem kellett volna beleszeretni, hanem be kellett volna gondolkodni azon, hogy milyen butaságot csinál, vagy mit árt az országnak. De nem baj, a demokratikus koalíció szerintem ezzel ki van békülve, és ezt simán el tudja vállalni. Ami pedig a kínai elnököt illeti, azt gondolom, hogy Magyarországnak fontosak a kínai kapcsolatok. Tehát Gyurcsány Ferenc is járt Kínában, Medgyessy Péter is járt Kínában. Nem emlékszem már rá, de bizonyára Horn Gyula is járt, és biztos Antal József is tárgyalt kínai vezetőkkel. Én még sose jártam. Igen, én sem. De nem mindegy, hogy kiszolgáltatod-e magad egy országnak, és úgy építesz gazdasági kapcsolatokat, amelyek közös előnyökkel járnak, tudva azt, hogy mégiscsak a NATO-nak és az Európai Uniónak vagy alapvetően a tagja, és mégis ügyesen lavírozol és szerzel gazdasági kapcsolatokat, vagy évtizedekre eladósítod az gyerekeinket és az unokáinkat is. Egy kínai nagyhatalomnak, aki hát telefonokon keresztül, vasúti irányítórendszeren keresztül, vagy minden módon a te adataidhoz fog hozzáférni. Járőrökön keresztül. Igen, a te adataidhoz fog hozzáférni. Ez úgy ízlelgessük csak így a helyzetet, hogy egy szélső jobboldali letérdel egy kommunistának, mert szerint az a győzi le a liberálisokat. Finom. Hát bizonyos dolgok összeérnek. Tehát ebben én semmi meglepőt nem látok. De gyakran az ördög a részletekben rejlik, és az ilyen államokkal való együttműködés esetében is. Tehát most mondhatnánk még példaként, hogy nekem például a Paks 2 megállapodással soha nem az volt a bajom, itt bocsánat ennyit, azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetek, hogy én alapvetően támogatom a nukleáris energiát, most a zöldek leköpködnek engem, de nem baj, majd megoldjuk, túléljük. Tehát én alapvetően támogatom a nukleáris energiát, és látom reálisan, hogy nagyjából a Paks 2 projekt lehetne egy reális projekt. A problémám azzal van, de amikor Orbán Viktor 14 elején kiment Moszkvába, és hóna alatt aláírva hazahozta a Paks 2 szerződést, akkor nekem egy hónap alatt nem sikerült rájönnöm, hogy ki a fene adott tanácsot a miniszterelnöknek Paks 2 tekintetében, és tekintettel arra, hogy nekem a családi hátterem jelentős részlet ebben a bizniszben dolgozik, hogyha én egy hónap alatt nem jöttem rá, akkor tudom a választ, akkor senki. Magyarul akkor Orbán Viktor kiment, elé lett rakva választási év elején, ami önálló üzenetértéke van. Ez egy politikai teszt volt Putyin részéről. Vagy elég tökös ahhoz, hogy aláír egy ilyet egy választási évben. Orbán Viktornak mutatnia kellett, hogy igen, 2014 elején volt, azóta nagy a szerelem. Tehát Putyin azóta elfogadta, hogy ő egy komoly ember. Miközben ennek a szerződésnek a pénzügyi tartalma, a részletei és minden egyéb olyan szinten rombolóak, halklábjegyzet, még a saját maguk által összekopart, alaptörvénybe foglalt államadósság plafonnal is ellentétes. Tehát nem véletlen, hogy Áder János azt köztársasági elnökként nem küldte el az alkotmánybíróságra, mert lehet, hogy még ott is levitte volna a plafont. Nekem ilyen problémáim vannak az ilyen megállapodásokkal, ahogy Kínával és a kínai megállapodásokkal nem biztos, hogy érdemes az ideológiát nézni. Azt kell nézni, mennyi időre és mennyire reálisan adósítjuk el magunkat, a gyerekeinket, meg az unokáinkat. Szerintem van az a szint, ami alá nem érdemes süllyedni, meg adósságszint, ami fölé nem érdemes emelkedni, mert egyszerűen belerokkan az ország. Aztán úgy fogunk kinézni a végén, mint mondjuk a már említett Montenegro. Tehát alapvetően ezekből a külpolitikai kérdésekből jellemzően szoktam amúgy is kizárni az ideológiát, irányvonalakat, minden mást. Ez nagyon gyakran nagyon tiszta matek. És hogyha az a nagyon tiszta matek sem jön ki, akkor ott valószínűleg rossz döntések születnek a végén. Mi a véleményetek a iráni ex-elnök látogatásáról? Hát ez sokkal brutálisabb szerintem. Tehát az, hogy a világ legismertebb holokauszt tagadóját meghívják a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, aki az antiszemitizmusát nem csak hogy nyíltan vállalja, hanem büszkén vállalja is, az egyszerűen tolerálhatatlan, minősíthetetlen. Most arról már nem beszélek, hogy ugye ennek a nyilvánosságra kerülése csak nem egybeesett a győzelem napjával. Tehát meg az életmenetével. De erre nincs mentség, és ez az álszent hazudozás, amikor Gulyás Gergely azt mondja, hogy
hát az egyetemi autonómiát, azt tudjuk, hogy nekik milyen fontos. Főleg a közszolgálati egyetemen. Erről én nagyon sokat tudnék mesélni. Igen, ahol, autonómia van. Ahol a kuratórium elnöke Orbán Balázs, a miniszterelnök, nem tudom, fő politikai igazgatója, vagy nem tudom, mi a címe. Tehát ha tudott róla, az a baj, ha nem tudott róla, az a baj, de egyébként számomra nem kétséges, hogy tudott róla, hogy ez jóvá lett hagyva, de szerintem ez, hát én érintettként is azt kell mondanom, hogy, ez menthetetlen. Tehát erről nem tudom azt mondani, hogy persze ahhoz fűződnek Magyarországnak érdekei, hogy Kínával gazdasági kapcsolatokat létesítsen, tehát hogy több oldala van ennek a történetnek. Ennek egyetlen egy oldala van, az, hogy ez szégyenteljes, tűrhetetlen, és hát mélységesen elítélendő. Ugye alapvetően azt érdemes rögzíteni, mert az ügynek ennek a történetnek nagyon sok szála van. Én abba a körben nem állnék bele most hirtelen, amelyik Ahmedinedzsád meghívása miatt lábrázást kap. Emlékeztetnék rá, hogy Ahmedinedzsád aktív iráni elnök volt akkor, amikor egy ENSZ közgyűlés időszak miatt New Yorkban volt, és amerikai elit egyetemek hívták meg őt előadást tartani a Kolumbiától kezdve. Ebből annak idén ott is balhé volt. Az egyetemek azt mondták, és azért egy Kolumbiáról el lehet képzelni, hogy valóban autonóm. Ott nincs az Orbán Balázs? Ott nincs Orbán Balázs. Meg sem más sincsen. Ha a Kolumbia rektora az amerikai elnökkel beszélgetni akar, akkor az amerikai elnök kér időpontot. Legalábbis ez így szokott működni. A lényeg az, hogy ott akkor megmondta az egyetem, azok az egyetemek, akik ezt meglépték, hogy a vélemény nyilvánítás szabadsága és a vita érdekében, most ehhez képest itt a közszolgálati egyetemen mi volt az ellen, a közös értékeink, a nem tudom mi. Szóval ez egy ilyen központilag megszervezett vízenjárás, ahol jót elmondja, hogy mi van. Tehát ennek se a vitához, se semmihez nincsen semmi köze, és arra azért emlékeztetnék, a sajtóban annak idén ez nem ütött be, 2019-ben, amikor én még ezen az egyetemen dolgoztam, akkor ugyanígy meghívták a myanmari államtanácsos asszonyt, vagy miniszterelnök asszonyt, azt a myanmari miniszterelnök asszonyt, ahol éppen a rohingyák elleni népirtás volt folyamatban, és hát nagyon úgy nézett ki, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság egy letartóztatási parancsot is ki fog csapni a illető hölgyel szembe, és akkor jött a hír, hogy akkor ez a nő, ez a közszolgálati egyetemen előadást fog tartani. Ugye engem, amióta létezett az egyetem, én jó a régebb óta voltam ott, mint a Fidesznek, a NER-re ezt rögzítsük, de engem mindig beválasztottak a szenátusba. És akkor jött ez a hír, akkor én írtam egy e-mailt, mint szenátusi tag, amit azért egy autonóm egyetemen azért valamit kéne, hogy jelentsen, hogy tisztelt rektor úr, tisztelt XY, aki le a tápláléklánc legaljáig, aki illetékes volt, szeretnék valami tájékoztatást kapni, hogy mi van? Tehát ezt így most hogy? Ez szabad a politikai klasszikust idéznem, ezt így most hogy? És azt a választ kaptam, miközben a Duma akkor is az volt, hogy semmi közünk hozzá, hogy nem kell itt dolgozni. Az már később volt. Azt a választ kaptam hivatalosan, mint szenátusi tag mindenhonnan, hát nagyon sajnálom, hogy Orbán Viktor meghívására tartózkodik államtanácsos asszony Magyarországon. Most akkor mi van? Tehát akkor, hát akkor ez egy lebukás, ha szabad így fogalmazni, akkor 19-ben volt egy ilyen, és azt én személy szerint sokkal-sokkal súlyosabbnak éreztem, hogy egy népirtásban részes állam politikai vezetője kap lehetőséget, mert Ahmedinedzsád esetén lehet mutatni, ott a Kolumbia, hagyjatok békén, nekik szabad volt, nekünk is szabad, hogy ez a fideszes kettős mércére való hivatkozás itt még akár működhet is, de a myanmari miniszterelnök asszony esetében ez a dolog nagyon nem működött. És nem értettem, mi szükség van erre. Nem értettem, ahol nem is beszélve egyébként utána az a beszéd, amit ő ott tartott, az valami egészen botrányos volt, abból megtudtam például, hogy Myanmarban is van jogállamiság, ahol azt úgy hívják, a jogállamiságot Myanmarban, ahol ugye éppen népirtás kerül végrehajtásra, ott úgy hívják, hogy just law, tehát az igazságos jog, vagy a jó jog. Na ettől nekem rögtön, én még emlékszem a szocialista törvényességre. Tehát ez a jogállam is, ez egy fosztóképző, hogy a szocialista törvényesség, meg a fideszes jogállam. És akkor ide jön egy ember, és akkor erről magyaráz. Hogy egyébként még mi oka volt annak, hogy ide jött, azt most hagyjuk egyőre nyitva. Itt is, most is Ahmedinedzsád Magyarországra utazásának szerintem van egy oka, ez sokkal inkább egy fedő sztori, ami valami más történetet fed el, de hát ezt majd idővel... Én egyébként nekem az jutott eszembe, hogy
tavaly augusztus 20-ára is az összes diktátor cimboráját meghívta Orbán Viktor. Lehet, hogy ez most egy ilyen előlátogatás volt, mert idén augusztus 20-án Orbán Viktor úgy gondolja, hogy Ahmedinejadnak ott lesz a helye majd a dísztribunán. Annyi hintet mondok szívesen 19-ben. Én is kérdezősködtem, mi a fene értem van ennek, és valaki adott nekem egy tippet. Ugyan már nézzem meg, hogy Myanmarba, Budapestre milyen útvonalon repülnek a repülőgépek. És érdekes módon volt egy pár óra megálló Moszkvában. Tehát igazából ugye valószínűleg a myanmari miniszterelnök asszonynak a moszkvai kormánya volt sürgős megbeszélni valója, valamelyik moszkvai repülőtér gondosan elszigetelt tárgyalójában. Szerintem Ahmedinejad sincs rosszban az oroszoknál. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy minden hogy a valósághoz való hasonlítás, vagy egyéb az a véletlennek, nem tudom. De ilyenekben kell gondolkodni ilyenkor, hogyha valami rációt próbálunk a dolog mögött megtalálni, mert valami szokott lenni. Nem tudom most, hogy mi, nem foglalkoztam vele, megmondom őszintén, de valami oka van az ilyennek. Erre való a tényfeltáró sajtó, ellenzéki politikusok, akiknek hozzáférésük van információkhoz, például parlamenti képviselőként, például, hogy ilyenkor lehet zavaró kérdéseket föltenni. Én ebben szigorú vagyok. Egyrészt számomra az semmit nem legitimál, hogy a Columbia Egyetemre is meghívták, és szerintem egyébként tök más, hogy egy magánegyetemre hívják meg, mint hogy a közszolgálati, az állam által fenntartott és a köztisztviselői kar utánpótlását biztosító közszolgálati egyetemre hívják meg, és én nyilván ebbe sokan nem értenek egyet velem, én nem tartom korlátlannak a véleménynyilvánítás szabadságát. Én úgy gondolom, hogy ennél elsődlegesebb az emberi méltóság védelme, tehát ha ezt a két jogot szembeállítjuk, akkor én az emberi méltóságot preferálom, és úgy gondolom, hogy egy államnak, de szerintem egy magánegyetemnek sem kell meghívnia egy véres szájú antiszemitát, akivel nyilván tök fölösleges vitatkozni egyébként, mert nem ott fogják meggyőzni a Columbia Egyetemen, vagy a közszolgálati egyetemen arról, hogy mondjuk a zsidók nem büdösek. Tehát én ebben nem vagyok elnéző, én ezt nagyon-nagyon negatívan ítélem meg. Emberi méltóság, oknyomozó újságírás, egyre közelebb vagyunk az utolsó témánkhoz, ami sajnos ismét egy fideszes ilyen szexuális zaklatás és közelpedofil botrány. A HVG hozta nyilvánosságra, hogy 2009-ben egy akkori fideszes önkormányzati kaposvári képviselő zaklathatott egy 15 éves lányt, aki akkor fidelitásos volt, és hát ugye azóta eltelt jó pár év, most arra az úri ember Kaposvár fideszes alpolgármestere, és amikor megkérdezték erről a jelenlegi fideszes polgármester, tehát hogy ő hallgat, nem mond semmit. Hát az ügynökök azért hallgatni szoktak. Szita Károly, hogy pont így ismertük meg, hogyha igen, valami gáz van, 3/3 az nem fecseg, tehát. De én ennél egy sokkal súlyosabbat említenék, ami tegnap került a nyilvánosságra, a Csepke utcai gyerekotthonba történt borzalmas történetet, és el kell, hogy mondjam, hogy nálunk van a családban egy olyan most már felnőtt lány, aki onnan került a családhoz, és hát tehát az, hogy ott mi folyik abban, és nyilván nem egyedi eset, azt tehát én felnőtt fejjel látva már egy-két dolgot az életben, és azt kell mondanom, hogy amiket ő mesélt arról, hogy ott mi történik, attól kirázott a hideg. Tehát, és ugye most kiderült, hogy ezt közös megegyezéssel küldték el ebből a gyerekotthonból, tehát azt jelenti, hogy már másnap elhelyezkedhetett egy másik gyerekotthonba, és hát még az intézmény vezetőit a bicskei esethez hasonlóan ki is tüntették, pedig ez az ügy akkor már ismert volt, és tegnap hallgattam Herzog Máriát a tévében, és mondta, hogy erről a szakma abszolút tudott. Tehát nem arról van szó, hogy most pattant ki ez az ügy, erről tudtak, és így tüntették ki ennek az intézménynek a vezetőjét, amely intézményben hangsúlyozom, hogy egészen szörnyű állapotok uralkodnak. Hát így a pedofil botrány után tényleg nem változottak ezek szerint semmi. Az a baj, hogy ezek a botrányok, meg ezek a helyzetek gyakran olyanok, különösen, hogy az ilyen
munkahelyi zaklatások, ugye én azért már lassan negyed évszázada, Jézus már én, lassan negyed évszázada tanítok mindenféle egyetemeken, tehát láttam már én is zöldet, kéket, hideget, meleget. Az a baj, hogy ezeket azért nagyon nehéz kezelni, és erre kellene szerintem egy akár intézményes megoldást kitalálni, mert itt nagyon gyakran, különösen a munkahelyi, meg egyetemi, meg egyéb zaklatások és hatalmi helyzettel való visszaélések esetében előbb-utóbb valahogy vagy megjelenik, vagy belehazudják a konszenzust. Tehát jó, hát nem is volt az olyan komoly, nem is vettük annyira komolyan, nem is esett annyira rosszul. Ő is akarta. Az a másik oldalról szokott fölmerülni, hogy ő is akarta. Ráadásul ugye bonyolítja a képet, hogy nem egyszer van olyan helyzet, hogy tényleg a másik oldal is belemegy egy olyan piszkos alkuba, hogy valamilyen előnyért cserébe akár még bizonyos dolgokat lehet csinálni. Még súlyosabb. Igen, de utána, hogyha mondjuk borul a történet, akkor viszont ezt már nem illik mondani. Tehát ezért is nagyon nehéz ezeket a dolgokat feldolgozni és utána menni. Miközben én azt gondolom, hogy a társadalom egészséges pszichéjéhez hozzátartozik az, hogy sehol semmilyen körben ne engedjen lehetőséget arra, hogy a hatalmi helyzettel bárki visszaéljen. Annak idén egy néhány évvel ezelőtt ilyen egyetemek közötti ilyen kifejezetten ilyen szexuális zaklatás elleni intézmény közi, egyetem közi network fölállítását kezdeményeztük jó néhány egyetemi kollégával. Ez egy néven nem jogalkotási, hanem egy alulról építkező, az intézményeket magukat működtető, az intézmények saját részvételével zajló folyamat. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek érdemes egyébként jogi alapozást is adni, meg valahogy betenni a jog világába, pont azért, mert a jog nagyon nehezen tudja kezelni, de én azt gondolom, hogy hogy a politika részéről igenis kell egy támogató attitűd az ilyen kezdeményezésekhez, és kell egy nagyon erős elítélő attitűd, tehát az nincs, olyan nem lehet, hogy a hatalmi pozícióban lévő akárki az ilyen hatalmi visszaélésekhez valamilyen támogatást nyújt, vagy nem lép föl ellene. De Tamás, ezt láttuk Bicskén is. Igen, azért mondom, hogy ezek ilyen... Tehát a Fideszben az a szokás, ha a mi kutyánk kölke, akkor megvédjük. Igen, az ha ezzel lop, szemben... Ha csal, akkor is megvédjük. Ha pedofil, kihúzzuk a bajból. Ha netán nem sikerült, mert mégis bíróság elé került, mert már védhetetlen volt, hát akkor meg majd adunk neki kegyelmet, és tiszta lappal indul az életbe. Ez, amit nem lenne szabad, gusztustal elutasítani. Persze, azért mondom, hogy ezzel szemben viszont meg kéne próbálni megteremteni olyan intézményi előfeltételeket, amik valahol például automatizmussá teszik. Például meg kell buktatni az Orbán kormányt. Én azt gondolom, hogy ha az Orbán kormány ezekben a témákban nem teszi egyértelmű, hogy mi a szándék, és hogy akar ezekkel küzdeni, akkor társtettes. Hát ez az. Itt már nincs mit egyértelművé tenni. Mit műveltek? Csak Bicske esetében mit műveltek? És akkor, amikor ilyen támadások érik őket, akkor azért számíthatunk arra, hogy be fog durulni az a kampány. Tehát nekik is valamivel ugye vissza kell vágni. Mire számítotok a fennmaradó 4 hétben? Esetlegesebb újabb Borkai ügy, vagy bármi hasonló? Biztos lesznek a hangfelvételek, nem tavalyról, hanem 10 évről, mindegy is. Hú, de csúnyát mondott, hú, de nem ezt mondta, hú, de... Bármi lehet, és annak ellenkezője is. Ez a Fidesz házatájékáról mindig úgy az hír lett, és szerintem olyan sokat nem is tévedett, aki ezt híresztelte, vagy erről hazott információkat, hogy ott mindig vannak betárazva anyagok, hogy majd egyszer jó lesz. És ennyire talán sose kellett nekik, hát mint most. Igen, de én azt gondolom, hogy most az történik a Fideszben, hogy a falba verik a fejüket, hogy Magyar Péterről nem gyűjtöttek anyagokat, mert nem mérték föl, hogy egy veszélyes vagy ami arról, az másra is vonatkozik. Hát igen. Ez, tehát igen, ott valószínűleg tehát többen érintettek ugyanabban, és azokat inkább. Szerződések, hát, meg... Vagy majd a 26-os választások előtt veszik elő, mert akkor fontosabb lesz. De, tehát, igen, de azt nem tudhatják, mert azért inkább, nagyon erodáló. De jó, de most inkább az ellenzéket gyalulja le, tehát nem kell most nagyon támadni a Fidesznek. De azért szerintem nagyon sajnálják, hogy nem tudnak előhúzni a fiókból semmit, mert eddig ugye mindig ez volt a módszer, és most láthatólag kétségbe esetten kaparnak, hogy valamit találjanak. Biztos vagy te ebben, Marcsi, tehát nem a Fidesznek, Fidesz táborát tette jelentősen tönkre. Hát jelentősen nem, persze, hát ez sajnos az ellenség. De nem az lenne ebben is, hogyha előhúznak valamit, és azt fogják mondani a rajongói, nem úgy van, meg ha az Orbán húzta elő, akkor az nincs úgy, Rogáni propaganda. Jó, igen, de azért ez mindig elindít egy eróziót szerintem, ha valami ilyen súlyosan dehonestáló előkerül, és azért a Fidesz az pontosan érzi. Most tényleg az ellenzék
számára nagyon rossz ez, hogy pont most tűnt föl Magyar Péter, mert ha egy évvel ezelőtt tűnik föl, akkor szerintem teljesen másképpen reagál rá a politikai közvélemény, de azért én azt gondolom, hogy nagyon sokat árt. Nem ma, hanem folyamatában nagyon sokat árt a Fidesznek, és ők ezt pontosan tudják. De milyen érdekes egyébként, hogy mindig egy pár hónappal a választás előtt előkerül egy ilyen Fideszből kiábrándult. Ugye ez volt 2021-ben, 2018 óta, a rabszolgatörvény óta az ellenzék elkezdett együttműködni, tévészékház ostroma, közös tüntetések, elfoglaltuk a parlamenti üléstermet, és így tovább, és így tovább. Szépen fölépült valami, és mire jött az előválasztás, addigra az ellenzék konkrétan vezetett a Fidesz ellen. Egyszer csak megjelent, puff, közénk esett valahonnan az égből, egy úgynevezett Fideszből kiábrándult. Most milyen érdekes, hogy decemberben a Fidesz a Mi Hazánk segítségével átírja a fővárosi választási törvényt, és rá pár hónapra egyszer csak megint megérkezik egy Fideszből kiábrándult, akinek a segítségével Orbánnak hirtelen lehetősége nyílik arra, hogy Budapesten befolyást szerezzen. Ha nincs Magyar Péter és nincs az a törvény átírás, akkor letarolt volna mindent az ellenzék a most júniusi fővárosi választáson. Én abban nem értek veled egyet, hogy ez most valamilyen fideszes, nem tudom, tehát hogy ő potyantotta ide nekünk Magyar Pétert. Én a Márki-Zay jelenséget annyi tartalmában nem tartom másnak, de annyiban másnak tartom, hogy ott azért az ellenzéknek óriási felelőssége volt abban bizonyos ellenzéki pártoknak és szereplőknek, hogy Márki-Zay Péter egyáltalán esélyes lett a miniszterelnök jelöltségre. Tehát azért most nem akarom ismételni. De ez a Magyar Péterre is igaz. Ez nem. Abszolút igaz. Magyar Péter nem. Azt a teret játsza be, ami jelenleg nincs van előtte. Szerintem ez kár lenne letagadni. Igen, ha ránézek Donát Annára, azért nehéz elképzelni, hogy de én mit képviselne. Én azt mondom, hogy Magyar Péter megjelenésében az ellenzéknek semmilyen szerepe nincsen. Szemben Márki-Zayjal, akit valójában az ellenzék hozott helyzetbe. Tehát ő soha nem lett volna miniszterelnök jelölt, hogyha nincsenek előtte azok a játszmák, amik végül is ebbe a pozícióba segítenek. Igen, de azokat segítenek. A játszmákat azért az ellenzék rajzolta föl. Ezt tehát az dolog, hogy rájuk borult utána Márki-Zay Péter. Igen, abszolút. De ebből szerintem nem érdemes. Szóval én azt gondolom, hogy Márki-Zay Péter ebből a szempontból egy legitim jelölt volt, még akkor is, hogyha én nagyon nem értettem egyet sok mindennel, amit mondott, meg ahogy mondott. De itt most tényleg az történik szerintem, hogy itt ez nem, az hogy Márki-Zay Péter oda be tudott lépni, abban volt egy ez a gondatlanságnak, ez a milyen mértékű gondatlanságon, a szándékos elkövetés, meg a gondatlan elkövetés, tehát ott volt ez a beletörődés, ezt akár bejátszhatja egy Márki-Zay Péter is. Most ez a tér, ami itthon maradt, amiben Magyar Péter benyomul, ebben szerintem még ez sincs. Ez egy teljesen gondatlan ellenzéki magatartás. De egy dolog biztos, hogy megint beszélgettünk 50 percet, és ezzel is közelebb kerültünk az Orbán rendszer bukásához. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez volt a 63. adásunk. Jövő héten ugyanígy ugyanekkor viszontlátásra.